Gonda László zongorista ötletéből már ötödször szervezte meg a bárzenész találkozót az Egri Kulturális és Művészeti Központ, az Egri Zenészek Egyesülete és a Gonda Music. 2015 óta Szepesi György zenepedagógus, zongorista nevét viseli a rendezvény, mely a jó hangulat mellett egyben a város imázsát is igyekszik erősíteni. Nagyon sok embert érdekel az igényes szórakoztató zene, és örülünk annak, hogy pláne, hogyha szórakoztatás a borral is társul ez a dolog, és hát már több éve összefogás gyakorlatilag Tarsójúrékkal a Bikavér Fesztivállal, úgyhogy ennek az egyik oka az, másik, hogy jó levegő van, tényleg sok ember tud jönni, és szerintem jó koncertet kínálunk, jó programokat a következő napok Belgárban. Gonda László zenekara több énekessel együtt játszott. A fellépők között volt Gáspár Laci és Zalatnai Sarolta is. Az, hogy valaki vendéglátózik, az, hogy bárzenész, szerintem minden zenész úgy kezdi. Minden zenésznek azt meg kell ízlelnie, ott rutin kell szereznie, és azt gondolom, hogy aki neki ez kimarad, az meg is látszik. Manapság ez már nincsen, hogy hakni, mert a hakni azért volt rossz értelembe vett hakni, mert ilyen régi utakon, Ikarusz buszokkal, lassú autókkal, tehát nem volt ilyen autópark, nem voltak ilyen jó utak. Szóval most már nincs úgy értelme, olyan értelme vett hakni, hogy úristen, haknizunk órákat, meg nem tudom én miket. Nagyon szépen meg lehet egy nap akár két előadást is csinálni, ha az ember bírja. A találkozó gerincét a második évtől kezdve a Trilla, az élő zene országos versenye adja. Hétfő este a Nemzeti Kávéház étterem teraszán lesz koncert, kedden ugyanott rendezik a díjátadó gála műsort. Szerdán a Minaret Kamara zenekar lép föl a Végvár vitézek terén, Malek Andrea, Horgas Eszter, Eliza Bliss, Fekete Kovács Kornél, Hárs Viktor összeállításban.